A sárga mezes falkó három nappal kevesebbet pihelhetett az elődöntő előtt, mint az alba, de ennek nem volt jelentősége, hiszen bőkerettel rendelkezik a bajnoki címvédő. Így is kezdett, az első negyedben egy 10 0 rohamnak köszönhetően elhúzott és 16-6-ra is vezetett. A fehérváriakat Vojvoda Dávid tartott a versenyben, miközben mindkét csapat játékában sok volt a hiba. Ez az eladott labdák számában mutatkozott főleg meg, és viszonylag kevés kosár esett a meccsen, amelyen a második negyedben is a hazaiak vezettek, az alba pedig üldözte őket. A feszült hangulat akkor vált igazán puskaporossá, amikor a fehérvári vezetőedző Matias Zollner egy reklamálás miatt megkapta második technikai játék, így kizárták a játékvezetők. Szerepét Alejandro Jimenez vette át, a csapat pedig tartotta a lépést az ellenféllel, bár megközelíteni nem tudta. Nyolccal vezetett a Falkó szünetben, fordulás után azonban 7 0 nyitottak a kékmezes vendégek, és hamarosan már a vezetést is át tudták venni. A Falkónak Perl volt az, aki az albának vojvoda, ő felelt a pontokért, de nem tudta megakadályozni, hogy a harmadik negyed derekán a fehérváriak vezessenek. A negyed vége aztán megint a szombathelynek sikerült jobban, négy pont előnyel várhatta a negyedik játék részt. Ebben Lukácsék egyszer még utolérték a Falkót, de ahogy fogyott az idő, jól menedzselte megszerzett előnyét a bajnoki címvédő. A végjátékban Váradi és Benke is fontos kosarakat szerzett, az albából pedig hiányzott a bravúrhoz szükséges plusz. Végül egy ideges hangulatú és nem túl színvonalos meccsen 88-78-ra nyert a Falkó, ezzel 1 0 vezet a párharcban. A második mérkőzés szombaton 18.30-kor következik, az Albának az egyéni teljesítmények szintjén mindenképpen javulnia kell, hogy a fehérváli találkozón egyenlítsen az elődöntőben.